Akkor sziasztok! Kezdeném az előadást. Szia Máté! Na, akkor kezdeném azzal először is, hogy ki vagyok. Nagy Máté Kálmán vagyok, akit a Szabolcs két nappal ezelőtt ilyen szakértő, pokolból jött szakértőnek nevezett, meg ilyesmi. És úgy rendszeresen, és hogy FS szakdolgoztam, és abból írtam, hogy így az Egyesületnek egy-két ilyen tanácsot adni, és ez a előadás is nagyjából ebből készült. És én egy informatikus vagyok sajnos, úgyhogy most kezdhetjük az egészet egy mesterséges intelligencia alapok bevezetéssel, mert hogy... Jaj. Igen. Szóval egy kis mesterséges intelligencia alapok bevezetés, mert hogy ez vezet majd minket egy kicsit a taktikai úton a HEMA-ban is. Mert meg lehet közelíteni innen is, nem csak a történelmi vonalról, arra is majd rátérek. Szóval a játék elmélet az nagyjából arról szól, hogy egy racionális viselkedést próbál modellezni olyan helyzetben, ahol a résztvevők döntései az eredményeit befolyásolják, és ebben szeretnének így a legjobb, racionálisabb helyzetbe eljutni. Oké. Szóval... Szóval másként mondva, nagyjából az optimális kimenetet keresi, és a másoknak is a lehetséges döntéseit figyelembe véve, tehát hogy ez több játékos játékokra is érvényes, nem csak egy résztvevős játékokra, és ezeknek leginkább az eszközei, az útkeresés és a modellezés. És a modellezés az általában úgy történik, hogy felrajzoljuk az állapotteret, ami igazából egy matematikai változókat és konstansokat jelent. Kiírjuk, hogy ez meg az meg amaz van, és akkor A egyenlő C-vel, és a C az annak a konstansa, hogy mindig van két vívó, vagy meg ilyesmik. És a gráfok igazából itt ott jönnek be, hogy próbáljuk az egész problémát visszavezetni arra, hogy mi ezt gráfban tudjuk modellezni, ez jelképezi az állapotteret, és a gráfokon egy útkeresési problémát csinálunk az egészből, és megpróbáljuk megkeresni benne a legjobb utat, és a gráfokon az állapotok azok a csúcsok, az élek pedig a különböző döntések, és vagy az állapotok közötti átmenetek. Az útkeresést általában valamilyen intuícióval szokták segíteni, valamilyen emberi behatással, ezért így működik általában a mesterséges intelligencia, és hogy van benne valamilyen kis emberi kis hozzáadott valami, nem csak úgy számolgat jobbra-balra, és ennek segítségével nem csak így lépeget jobbra-balra, nem kerül végtelen ciklusba, és tovább tud jutni, és eljut a megfelelő helyre. Erre elhoztam egy megfelelő kis példát, egy jó kis kínai régi történetet, amit úgy hívnak, hogy Hanoi tornya. Ez itt bal oldalon szépen látszik, ez az eredeti játék. Ezt annó az egy kínai bácsi, így Hanoiban, ezt egy nagyon nagy korongokkal csinálta meg. A játéknak nagyjából az a lényege, vagy akkoriban úgymond fejtörőnek, hogy azokat a korongokat egyszerre csak egyet lehet levenni a három darab rúdról, és át kell őket rakni, és át kell jutatni az összeset, úgyhogy ilyen állapotban legyen egy másik kijelölt rúdra. Ezen, hogyha erre ránéz az ember, ez így nem túl intuitív, itt megpróbálja jobbra-balra pakolni, nem lát benne semmi logikát, nagyon hamar, de ugyanakkor itt van az egész modellezve, az állapotterejnek igazából az, hogy ez most éppen csak egy három tornyos, mert úgy sokkal könnyebben kifért a képre. Azt jelzi, hogy itt mondjuk innen indulunk, ez a 3-3-3-as, az azt jelenti, hogy mind a három korong a hármason van, és akkor abban szeretnénk eljutni abba, hogy átpakoljuk az első toronyra a korongokat. Az itt láthatjuk, hogy az első korong, vagy az első tornyon vannak az összes korongok. Hát erre ránéz az ember, hogyan fogunk onnan eljutni, rámutat, hogy itt szépen végigmegyünk ezen az úton. Már is sokkal egyszerűbb az egész, a mesterséges intelligencia is nagyjából ezen alapon működik. Mondjuk fölírunk valamilyen változót, hogy ez mennyire jó is ez az állapot nekünk. Mondjuk mondhatjuk azt rá, hogy mivel mi szeretnénk a legnagyobbból a legkisebb eljutni, úgyhogy az állapotunkat tükrözze egy darab szám, ami az, hogy összeadjuk ezeknek az összegét, és akkor a 3-3-3-nak az értéke az 9. És próbálunk mindig haladni egy kisebb felé. Ez néhol fog okozni problémát, mint például lennél a hármasnál, itt egy kicsit így kavarogni fog.
Erre vannak különböző megoldások, amik minket most nem érdekelnek, mert erről szól az informatika, és ez minket nem érdekel, mert ez HEMA. Szóval, a vívást megpróbáltam modellezni, felállítani róla különböző ilyen jellemzőket, hogy mit is, nagyjából milyen is az a HEMA, egy pár baj a HEMA-ban, nem a csatát, meg nem ilyesmit, hanem csak egy pár bajt. És a HEMA az igazából egy kétszemélyes játék, aminek zéró összege van, és nem kooperatív. Ez azt jelenti, hogy ha én megverlek téged, akkor te nem vertél meg engem, és te veszítettél. Néha vannak döntetlenek, de hogy általában a tornákon szeretnék kihozni azt, hogy valaki legyen győztes, tehát lesz győztes. Így ebből kifolyólag ez egy zéró összegű játék. Az asszoknál is általában úgy van, hogy én adtam egy találatot, a másik nem adott találatot. Vannak utánütéses rendszerek, ahol mindketten pontot kapnak, de az annyira nem befolyásolja az egészet, mert végeredményben igazából az a lényeg, hogy legyen egy darab győztes. Az információs halmaza a játékosoknak nem teljes, mert hát én felállok a pásra, van velem szemben egy vívó, azt se tudom, hogy kicsoda az, nem hogy az, hogy milyen technikákat alkalmaz és milyen szinten van. Ez egy bögőjén akadom, csak mondom. Csodálatos. Köszönöm. Szóval, próbáltam keresni hasonló játékokat, hogy mik vannak ilyenek, amik hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. Egy fontos dolgot kihagytam a diáról, hogy igazából ez egy valós idejű játék, tehát hogy nem úgy történik a lépegetés, mint a sakkban vagy a malomban, hogy egymás után lépegetünk. Így erre találtam egy nagyjából hasonló modellt, amire ez az összes állítás igaz, ez pedig a kő papírolló. Ezen kívül próbáltam én még megnézni a történelmi vívást és a modern vívásból ismeríteni ihleteket arra, hogy itt hogyan lehet modellezni és hogyan lehet valamiféle taktikás stratégiát felállítani. És ez alapján arra jutni, hogy mi hogyan is legyünk vívók, milyen ötletekkel menjünk előre és milyen ötletekkel szálljunk be egy pár bajra. Szóval a kőpapírollóban igazából matematikailag az a baj, hogy nincsen benne egy optimális döntés, mert van benne három végkimenetele van, és három eszközöd van, mind háromra egyenlő esély van, és így összes végkimenetele is három, de ugyanannyi egyenlő esély van. A mesterséges intelligenciában van egy ilyen dolog, amit úgy hívnak, hogy Nash egyensúly. Ez azt jelenti, hogy ha ez fennáll, ez a Nash egyensúly, akkor a játék egy olyan helyzetbe jutott, hogy mindenki a másik lépésére egy optimális választ ad. Ez a kőpapírollóban fent tud állni a csoportos játékokban. Ha ketten játszanak, akkor az kevésbé, mert hát ott is ugyanúgy lesz, hogy zéró összegű a játék, és valaki nyerni fog, vagy ott mondjuk lehet döntetlen is, de a döntetlen az nem optimális kimenetel. Egy kínai bácsi, a Zijian Wang nevezetű ember, ő egy matematikus, matematikus és szociológus, kutatta ezt a kőpapírollót, hogy ebben milyen dolgok vannak, és hogy milyen stratégiákat lehet alkalmazni. A legtöbb ember azt gondolná, hogy a kőpapírolló az egy nagyon egyszerű játék, mindenki csak valamit kirak, de igazából ebben vannak mintázatok. Általában a győztes az tartja a stratégiáját, tehát hogyha én egy kővel nyertem, akkor én következőnök is valószínűleg követ fogok rakni. Erre elég szépen elemezte, és ez úgy nagyjából így tartotta is az egészet. A study-t azt nagyjából 1000 résztvevővel csinálta, tehát úgy valamennyire reprezentatív legalább. A nyertes viszont általában úgy váltja a stratégiáját, vesztes úgy váltja a stratégiáját, hogy az előző nyertest meg tudja verni. És ebből kifolyólag bevezetett kettő darab fogalmat, amit az egyiket úgy hívnak, hogy tartós ciklikusság. Mivel az egészből lesz egy ilyen ciklikus dolog, hogy én berakok egy követ, megvertem a másiknak az ollóját, ő ollóból átvált papírra, akkor a papírra megver engem, nekem a kövemet, és akkor utána megint átváltok ollóra, és akkor ez így szépen körbe-körbe megy. Bevezetett egy másik dolgot is, amit úgy hívnak, hogy feltételes válasz. Én az alapján válaszolok neki, hogy ő mit rakott az előző körben, tehát én feltételekhez kötöm,
hogy mit fogok csinálni, és nem ugyanazt fogom mindig csinálni, vagy nem véletlenszerűen fogok változtatni, mint ahogy a legtöbb matematikai modell mondja a kőpapírollónál. Tehát nem azt fogom mondani, hogy én, hogyha 99-szer játszok, abból lesz 33 papír, 33 kő és 33 olló, hanem az amúgy nagyjából kijön, mert hogy az ilyen gyakorisági statisztikákban így 30-40% között volt mindegyiknek az aránya, de ebben van minta, és ez a lényeg. És ez kicsit az a pszichológiai része, vagy szociológiai része, hogy az emberek változtatnak azon, ami nem működik általában egy ilyen játékban, és hogy van benne egy valamiféle ciklikusság. Tehát nekünk is a modellünk az valami olyasmi lesz, mint amit a képen is látható, ez mondjuk egy szabálymagyarázás, de hogy valami hasonló lesz az egész, hogy lesz egy körszerű modellünk, és arról kötjük, hogy a másik mit csinál. Na igen, szóval mit mondanak a források nekünk? A forrásokban kicsit az a baj, hogy a legtöbb helyen hiányzik a kontextus, oda raknak egy technikát, vagy egy menetet, a menetben legalább megvan a kontextus, hogy igen, csináljuk ezt, úgy, amazt, de van, aki csak úgy technikákat mondanak, és nincsen meg hozzá rendes kontextus, hogy milyen volt az a párbaj, ugye az egésze, és csak úgy egy adott technikára reagál, tehát igazából ez annyira nem egy jó modellezés nekünk, mert iszonyat bonyolult lenne, nem lenne elég absztrakt, és amikor ott állsz a párbajon, neked nincs időd gondolkozni, hogy ő most egy Winkelhau dobott, és most az igazából az milyen ütés, arra mit kell reagálni, a Zornhaura most mi a legjobb reakció, hogy én most a Zwerget rakjak, vagy Krumphaut. Ez így egy kicsit túl bonyolult, úgyhogy ettől egy fokkal egyszerűbbet kéne valamit kirakni, illetve viszont van pár darab forrás, amiben vannak ilyen taktikai vagy stratégiai tanácsok, amiket én találtam jobban, az Meyernek a Rapier könyveiben vannak ilyesmik, amik leír ilyen dolgokat. Tivo ír egy-két dolgot, de nem mond túl sok újdonságot Meyerhez képest, ezért az előadásban nem raktam bele. Arló bácsi nagyon sok mindent leír erről, és nagyon szépen fogalmaz, és nagyon szépen elmondja, de ezt viszont a modern vívás elmélet eléggé hasonlóan fogalmaz, és kibővíti, és rak mögé tudományos alapot is. Úgyhogy igazából vegyük előre Meyert. Meyer, nem egy teljes modellt alkalmaz, ő vívói típusokat ír le, nagyjából olyan, mint amikor van egy játékban, és úgy modellezzük, hogy akkor a LOL-ban itt van az Ashi, ő egy ranged carry karakter, és akkor ezt így bele lehet rakni a partiba, kell mellé egy support, és akkor ők darálni fogják a bottom lane-t. És Meyer ezt a megközelítést alkalmazta, felállított négyféle vívói típust, úgyhogy igazából lehet mondani is, hogy van a carry, van a tank, és van a support, meg van egy ember, aki úgy igazából nagyon passzív. De igen, rendesen mondva, van az agresszív, akit általában a legtöbb vívókönyv is említ, hogy ő nagyon agresszív, és ő a bolond, vagy a paraszt. Van a moderált, aki egy kicsit úgy újdonság nála, a megtévesztő, szintén újdonság. Leküchner rengeteg menetben használja, de az elméletet annyira nem rakja mögé, illetve ott van a passzív, akivel szintén szerintem nem kell bemutatni, milyen egy passzív vívó, de majd megteszem. Meyer hozzáteszi, hogy önmagát általában a hármas kategóriába sorolja, tehát önmagát egy megtévesztő fajta vívónak mondja. Az agresszív vívó, hát igazából bármi történik, támad, mondjuk oda jön hozzád, és üt téged egy Zornhauval, és akkor az nem jön be, akkor üt még egy Zornhaut, ha ez nem jött be, üt még egy Zornhaut, ha ez nem jött be, akkor lehet rájön, hogy a Zwerghaut kéne ütni, és üt egy Zornhaut. És igen, általában próbál erős lenni, átütni, nagyot ütni, meg ilyen egyéb dolgok. Erre Meyer tesz egy ajánlás, hogy hogyan is lehet ezt nagyjából ellensúlyozni, és hogyan lehet nyerni egy ilyen fajta vívó ellen. Azt mondja, hogy hárítsad le a támadását, és ő hozzáteszi, hogy az igaz éllel és az erősen történjen az a hárítás. Azt mondja, hogy ezután viszont, hogy te lehárítottad, támadj vissza a keletkezett nyílásra,
Tehát történik egy, ez igazából egy, ez egy tök jó általános tanács, már nem azt mondja, hogy a Zornhaur rakja rá egy szverket, hanem azt mondja, hogy hárítsd azt a Zornhaurt. Ez a fejedben egy elég egyszerű parancs, az is, hogy utána üssél vissza a keletkezett nyílással, mert ott, itt hárítottam, ott van egy nyílás, visszaütök oda, és ez így már nagyjából alkalmazható is. Illetve azt mondja, hogy ha sikerült, bár meg hogyha nem sikerült, akkor is utána hátráljunk ki cufekten távolságba. Az mondjuk lehet a kezdőknek nincsen meg annyira. Meyer a vívást igazából három fázisra bontja. Van a cufekten, van a krieg és van a kivonulás. A cufekten az, amikor úgy még nem tudjuk megütni a másikat, nem tudjuk elérni. Ezután, amikor úgy már van pengekötés távolság, és onnan egy nagyon rövid akcióval el tudjuk érni a másikat, és el tudjuk, meg tudjuk ütni, akkor az lenne a krieg. És ezek után van a kivonulás, amikor a krieg távolságból visszamegyünk a cufekten távolságba, és ezt szeretnénk biztonságosan megtenni, ez a kivonulás. És erre utal itt. A következő vívó azt mondja, hogy ő próbál nem forban támadni, ő nákban szeret lenni, figyel a támadásaidra, a támadásokat kezeli, és a támadásoknál ügyel, hogy a te támadásodat az övé kövesse. Nyílásokra támad, és gyengeségekre próbál játszani. Itt valakinek nincsen aranyhal memóriája, akkor emlékszik, hogy ez nagyjából megegyezik azzal, mint amit az egyes típusú vívó ellen ajánlott, hogy háríts és üss vissza, és utána vonulj ki. De mit ajánl az ilyen vívó ellen? Azt ajánlja, hogy válts el állásokat előtte, abba fog látni egy gyengeséget, vagy valami nyílást, és akkor abba bele fog támadni, és ő nem szúr, de kirak egy longpointot, és az ellenfél beleszalad, felszúrja magát, nem te szúrod fel, úgyhogy ez már is valamit segít. A hemában viszont mi meg tudjuk csinálni azt, hogy nem csak kiteszünk egy hosszú hegyet, hanem mondjuk bele is lépünk, vagy csinálunk egy kitörést, vagy bármit, tehát hogy felszúrjuk. Úgyhogy ez is egy eléggé jó akciózható ajánlás, illetve lehet ezt még kicsit máshogyan is megfogalmazni, hogy ő úgy fogalmaz, hogy amint megtámad téged, ess bele a támadásába, és használd ki a nyílást. Ez valami olyasminak hangzik, hogy amikor látod, hogy támad, akkor úgy te is támadjál, és próbáld meg valahogyan csinálni. De nem annyi, kicsit zavarosabban fogalmaz annál a résznél. De viszont rátérünk erre a megtévesztő vívóra, azt mondja, hogy ő nem fog elsőnek támadni, még akkor sem, ha van egy felkínált nyílás. Próbál erősnek tűnő pozícióban lenni, de hagy nyílásokat, és valahogyan próbál közeledni, és neki a stratégiája sokszor a hárítás, vagy a pengetámadás, vagy pengefogás. A pengefogás nagyjából az, hogy ráteszed a kardodat az ellenfélnek a kardjára, tehát elfogod ezzel a kardját, és kontrollálod. Ez nagyjából úgy hangzik, mint amikor azt mondta, hogy ess bele a támadásába, tehát kontrolláld a támadását. Hát őrá szintén van egy ajánlás, azt mondja, hogy próbáld provokálni, és a provokációk után ezt lecselekedni. Mozog oldalra, hogy könnyítsd a hárításodat, mert hogyha provokálod, akkor egy kicsit tempó hátrányban leszel, mert hogy abban megpróbál beletámadni a provokációba, és neked ezt hárítanod kell. De a provokáció azért jó, mert a provokációra egy kiszámítható reakciót ad az ember általában. Van olyan, amikor nem. Én is próbáltam, amikor volt olyan, hogy kezdővívó ellen próbáltam egy bal oldali nyílást hagyni, egy jobb oldal egyértelműen védett a kardom, de valamiért mégis jobb oldalon ütött. Ez nem mindenki ellen működik, ezért is nem ajánlja azt, hogy ezt használd az agresszív kezdő vívók ellen, vagy parasztabb vívók ellen, vagy hogyan nem fogalmazzak. Illetve a provokációra, amikor reagál és hárítottad, akkor utána tudod üldözni, és üldözni, mármint igazából karddal fejbevágni, és eltalálni a nyílását. Eljutottunk a negyedik fajta vívóhoz, akit kétféle megnevezéssel is illet.
egy kategóriának mondja, de két vívó típust ír le benne, mert szerinte ugyanúgy viselkedik mind a két vívó. Az egy, és azt mondja, hogy ő felvesz egy állást, és csak arra vár, hogy az ellenfél csináljon bármit, nem reagál, vagy hogy reagál, de ő nem kezdeményez egyáltalán, még akkor se, hogyha valami nagyon durva nyílást hadsz neki, és nagyon nagyot hibázol előtte. Hát, aki ilyet csinál, az vagy bolond, vagy mester, mert egyértelmű okokból, mert hát vannak emberek, akik nagyon bolondok, és azt képzelik maguktól, hogy ők ultragyorsak, vagy ultrajó vívók, és bármit csinálsz ellene, ő úgyis le fogja kezelni. Nagyon szépen fejbe lehet csapni, ahogyan az ajánlást teszi a bolond vívó ellen, vagy hogyha ő egy mester, akkor hárítani fogja neked a támadásodat, és próbál ezenek után közel kerülni, megtéveszteni, és a kriegben ügyesebben viselkedni, mint te, és erősebb lenni. Hát ajánlásnak azt mondja, hogy legyél, hogy a kriegben ezek után legyél te mindig az erősebb pozícióban, és próbáld te megtéveszteni őt. De hát ő egy mestervívó, úgyhogy valószínűleg ő fog téged megtéveszteni. Ezt egy kicsit ilyen bénább ajánlásnak találom az ő részéről. Nem annyira találom jónak, hogy hát ő megpróbál megtéveszteni téged, ő biztos mesteri vívó, sikerült megtéveszteni téged, és akkor ezek után próbál te megtéveszteni őt, biztos össze fog jönni. Igen. De meg kell tanulnod felismerni a megtévesztését, ez viszont egy edzési ajánlás, hogy edzél úgy, hogy vívjál ilyen vívók ellen is, és próbáld meg a megtévesztéseket, a félereket felismerni. A Provosti kurzusonra egy kis reklám, csak már most a héten 5 félert kategóriát tanultunk, úgyhogy igen, nagyon sokféleképpen meg lehet téveszteni a másikat. Ezt egy kicsit összegezném, ez is egy elég ilyen ciklikus stratégiát ír le, hogy az egyes vívót nagyjából veri a kettes vívó, a kettes vívót a hármas vívó, a négyes vívót az egyes vívó, és így körbeértünk ezzel. Tehát ez nagyjából hasonlít a kőpapírolló stratégiára, amit ott korábban, vagy kőpapírolló stratégiára, amit úgy korábban felvázoltam, hogy ilyesmitre szeretnénk kiukadni. Hát melyért tesz egy ajánlást? Szerinte érdemes megtanulni mindegyiküket, tehát ezek a vívói személyiségek nem egy embernél nem konstansak. Azt mondja, hogy ezt attól függően fogod változtatni ezeket a vívói stratégiákat, személyiségeket, hogy kivel kerülsz szemben. Tehát ha szembe kerülsz egy agresszív ember ellen, akkor ott nem fogod a bolondot játszani, te ott próbálod a moderált vívót játszani, és a moderált vívói stratégiával fogsz valószínűleg eredményre jutni. A típusokra nagyjából azt is mondja, hogy ezek egy ilyen tapasztalati szintet is jelentenek, mert hogy az ember először valószínűleg megtanul támadni, mert hogy védekezéssel nem fogsz győzni, hiába véded ki 40-szer az ütését, lehet, hogy 41-re nem fog összejönni, vagy hogyha kivéved az összes ütését, ha nem tudsz visszaütni, nem tudsz támadni, akkor nem fogsz nyerni. Tehát valószínűleg támadni fogsz meg tanulni először, mert azzal tudsz legalább valamennyire nyerni, és azzal lesz esélyed. Utána megtanulsz támadni, aztán megtanulsz megtéveszteni, és akkor ezek után el tudsz jutni a mesteri szintre, és azzal kezelni a megtévesztő embert is. De eznél szerintem még mindig lehet egy fokkal jobbat csinálni, és egy fokkal jobban modellezni, és absztraktabb módra jutni. Nem csak azt mondani, hogy vannak itt a carry-k, meg a supportok, hanem hogy vannak itt ilyen rásolós képességek, meg hogy vannak ranged damage képességek, meg van mondjuk healing, és akkor szeretnénk ilyesmi dolgokra jutni, és hogy ezekből a képességeknél mikor mit érdemes alkalmazni. Úgyhogy eljutottam az olimpiai víváshoz, mert mint mondtam, nagyjából Arló Gusztáv könyvében is ez van leírva, utalok rá, mert nem minden van benne a modern vívásban, úgyhogy azt mi ezt egy az egybe át tudjuk venni. Arló Gusztáv, amúgy ő egy osztrák-magyar monarchia beli lovag, és egyik a fennmaradt kevés magyar forrásunknak, és szabjával vívott.
De annak ellenére, hogy szabjával vívott, szerintem alkalmazható hosszú kardnál is, egy-két kivétellel, majd egy-két ilyen furcsa hozzáadással a mi részünkről, mert hát Meyernek a rapé stratégiája is, szerintem nagyon jól leírták a hosszú kardos vívókat is, nem írt semmi rapé specifikusat benne, hogy te ott igazából mit csinálsz. Maximum annyi, hogy leírta azt a hosszú hegyet, meg a valami szúrásra is utalt, és hosszú kardnál nem szúrt Meyer, mert hát ő általában féderes tornát írt le hosszú kardról. Úgyhogy kezdeném is az elméleti háttérrel, itt ez egy kicsit bonyolultabb, mert hát az elmúlt 100 évből való az olimpiai vívás, és hát az elmúlt 100 évből való, úgyhogy 100 évnyi kutatási háttér hozzá tartozik, nem teljesen, inkább olyan nagyjából 50 évnyi. Vannak ezek az úgynevezett motorikus programok, erről nagyjából a Friskolleremben is írtam, ez igazából azt jelenti, hogy te a mozgásokat egy ilyen motorikus programokon keresztül tanulod meg, te megtanulod, hogy van egy cél, ahhoz hozzákötsz egy motorikus programot, és ezt az idegrendszered nagyjából automatikusan végrehajtja. Az elején eléggé manuálisan csinálod, végig gondolod az egészet, hogy én szeretnék egy cornhaut ütni, és azt ki kell nyújtanom a jobb kezemet, közben pedig a bal kezemmel valamennyire lassabban kell haladnom, és akkor ebből lesz nagyjából egy cornhaut, hogyha egy kicsit átlósan ütök. Ezt egyután megtanulom, és akkor olyan szintre jutok vele, hogy én nem egy ilyen nagyon részletesen leírt ütést csinálok, hanem csak csinálok egy cornhaut, és ott lesz a cornhau, aminek ott van minden karakterisztikája, ami jellemző a cornhaura. Ehhez kell a gyakorlás, és ezeken keresztül tanulod meg azt az egészet. A motorikus programoknak vannak céljai és feltételei, és a feltételek lehetnek például olyanok, hogy mert én azt szeretném csinálni, ezért csinálok egy cornhaut. Vagy az, hogy én reagálok valamire, például jön egy másik cornhau, és erre ütök egy cornhaut. Ezeket hívják szenzori motoros válasznak, ez itt általában az ember egy ingerre reagál, és arra végrehajt egy motorikus programot. Ezt az idegrendszeredben van, az alapján, hogy az ingereket próbálod kategorizálni, és nagyjából így bekategorizálod, hogy te cornhau jön, és akkor az idegrendszered szépen lebontja ilyen különböző kis feltételekre, hogy ez így jön, úgy jön, amúgy jön, erre egy cornhau lenne a megfelelő válasz, és akkor úgy végrehajtod, hogy az a megfelelő válasz rá. Ezek az ingerek lehetnek különböző dolgok, lehet például, amit Arló bácsi úgy ír le, hogy új érzék, ezt mi nevezzük kardérzéknek, a modern hemában magyarul lehetnek látás, lehet hallás alapú, és lehet szag alapú, bár nem szagolgatjuk az ellenfelünket a hemában, mert hát kicsit büdös, és nem ad sok információt, hogy izzadságszagú. Ez a szenzori motoros válasz áll több fázisból, áll egy előkészítő fázisból, áll egy látens periódusból, és áll egy motorikus periódusból. A motorikus periódus, ez a motorikus program, és azt végrehajtja. Ez edzhető, ez általában a kezdőknél, ez az, ami edzünk általában, hogy igen, én csinálok egy cornhaut. A kezdőknél általában az inger egy nagyon egyszerű inger, mondjuk az, hogy 1, 2, 3, ez nagyon szépen edzhető. Az előkészítő periódus, az, amit leírtam, hogy kapjuk az ingereket, és mi vívásban általában látás alapú, vagy kardérzék alapú, és ezeken az ingereken keresztül megfigyeljük az ellenfelet, várunk valamit tőle, tehát hogy látjuk, hogy ő így mozdítja a kardját, ez a kard mozdítás, ez nagyjából arra utal, hogy ő itt egy cornhaut fog ütni, vagy arra utal, hogy egy zwerghaut. Egy mesterséges intelligenciás gép, vagy gépi tanulásos algoritmus, itt általában ilyen különböző metódusokkal megállapítja, hogy 80% esély van arra, hogy cornhaut üt, 20% arra, hogy zwerghaut üt, és akkor így kiválasztja, hogy ez valószínűleg akkor egy cornhaut lesz. Nagyjából így működik neked is az idegrendszered, csak te nem
látod a fejedben a százalékokat, hogy igen, ez 80% eséllyel fog neked Zornhaut ütni, mert korábban megtanultam, és nekem erről pontos statisztikáim vannak. Az idegrendszered nem ilyen, az kicsit egyszerűbb, és azt mondja, hogy itt egy Zornhaut fog jutni, kiválasztottam a Zornhaut-ságot, a Zornhaut-s választ kell adni. Van egy látens periódus, ez konkrétan ez, amit elmondtam, hogy feldolgozzuk az információt, hogy itt most egy Zornhaut fog jönni, és meghozzuk a döntést, és a haladó vívóknál ez az, ami nagyon lerövidül, hogy sokat láttak, sok mindent tapasztaltak, és akkor ők hamarabb felismerik, hogy jön egy Zornhaut, és akkor a Zornhaut-ra megfelelő választ fognak adni. És ez az, amitől egy igazán egy profi vívó gyors, ezt is írják le, hogy ez olimpiai vívók is ettől gyorsak, ők is reagálnak sokkal gyorsabban, mint egy átlagember, voltak ilyen reflexvizsgálatok. Egy csomó olimpiai vívónak van az átlagtól kicsit gyorsabb reflexe, nem pedig nagyon gyors reflexű, tehát hogy olyan, ami egy átlagos embernek is lehet, és mondjuk egy sima autót vezető embernél van. Ezek nagyjából ilyen 300 millisekundum körül vannak, 400 millisekundum már úgy lassúnak tűnik. Akik kifejezetten gyorsak, nekik valami 250 millisekundum körül van, tehát nagyjából negyed másodperc alatt nekik a reflexük negyed másodperc alatt lereagálja, de ugyanakkor utána még van az információ feldolgozási fázis, ez az, amit tapasztalattal tudunk csökkenteni. A szenzori motorikus reakcióknak vagy válaszoknak vannak különböző típusai, ezeket mind szépen mindent leírtam. Van az egyszerű, igazából az olyan, amikor mi gyakorlatozunk, hogy azt mondjuk, hogy akkor állj fel az ellenfeleddel szembe, üss egy Zornhaut, az ellenfelednek ez az inger, ő is üt rá egy Zornhaut. Ez egy ismert reakció, ismert válasz, nem kell semmi meglepőre felkészülni, nem kell analizálni, nagyon szépen gyorsan meg tudod ütni. Biztos mindenki tapasztalta, hogy gyakorlatok közben sokkal gyorsabban le tudja reagálni dolgokat, mint egy párbajban, mert hát egy darab opció van, az, ami a gyakorlat. Opa. Vannak választások, az olimpiai vívásban vannak ilyen gyakorlatok is. Szerintem ez nálunk az iskolából eléggé hiányzik, hogy néha vannak, de akkor is elég kevésszer. Itt mondjuk arra kell gondolni, hogy én ütök egy Zornhaut vagy egy Zwerghaut, és az ellenfélnek ezt kell lereagálnia, és meg kell különböztetni két különböző ingert, be kell sorolni, és arra kell megfelelő reakciót adni. Itt akkor jó az inger, hogyha az két különböző féle inger, tehát nem ugyanaz, hogy én ütök egy Zornhaut vagy egy Seitelhaut, ugyanazt a reakciót kell nagyjából rárakni, úgyhogy nem igazán kellett választani, megfogtál egy felső ütést. Jaj. Sokkal jobb, hogyha mondjuk esetleg egy felső ütés vagy egy alsó ütés közül kell reagálni, mert nem ugyanazt fogod rá reagálni. A felső ütésekre van mondjuk egy nagyjából optimális válasz, ami nem jó arra, ami az alsó ütésre jó. Vannak, ugyanakkor van egy ettől részletesebb fajta, a megkülönböztető, ez pont az, amit előbb mondtam, hogy az annyira nem jó, a Zornhaut és a Zwerghaut közti megkülönböztetés. Ez az, amikor egy kicsit mesteribb módon szeretnénk megkülönböztetni a dolgokat, van két eléggé hasonló inger, két felsőütés, és szeretném azt mondani, hogy én a 30 fokban érkező felsőütésre pontosabb reakciót szeretnék adni, mint a pontosan felülről érkezőre. Vagy mondjuk, hogy van egy Zornhaut, és ez nem mindegy, hogy lappal jön, vagy éllel jön, és a kettő közül szeretném megkülönböztetni, mert mondjuk az egyiket szűken kell hárítani, a másikat pedig sokkal messzebb tőlem, mert mondjuk áthajlik a hegyen, mert féderről van szó, vagy valami egyéb ilyesmiről. Van egy mozgó objektumra adott válasz, ez az, amikor jön felénk a kard, és látjuk, hogy jön felénk a kard, úristen, itt valamit tenni kéne, itt az idegrendszerünk szépen kiszámolja a pályáját, és akkor ez az, ahogy tudod, hogy jön a szúrás, és az oda fog menni a szúrás. Ezért tudom, hogy nekem így kell oda raknom azt a kardot, és azt fogja kitéríteni a pályájáról, és akkor nem fog engem eltalálni. Vagy a sima ütésre is igaz ugyanez, hogy ott is látom a pályáját, várom a pályáját, és arra reagálok. Van egy bonyolultabb és általában nehezebben edzhető, ez az átkapcsolásnak hívják. Ez az, amikor mondjuk elindítok egy Zornhaut, látom, hogy ebbe az ellenfelem beszúr, én ezt nagyon rosszul időzítettem, ezt a Zornhaut, és a Zornhaut befejezése helyett nekem valami új dolgot kellene csinálnom, és le kellene védenem azt a szúrást.
Vagy hogyha mondjuk csináltam egy félert, és látom, hogy az ellenfelem nem kajálta be azt a félert, és inkább hátrament, akkor nem ütök meg még egyet, amivel nem ütöm meg a féler után következő technikát, amivel nagyon is kinyitnám magamat, mert hát az nekem nem lesz jó, inkább átkapcsolok valami másba, hogy akkor úristen, nekem hátrálnom kéne, mert akkor nem fog elérni. Van egy olyasmi, hogy egy előjelre adott válasz. Ez az, amikor igazából én nem a Zornhauerre reagálok, hanem amikor vívok az ellenfelemmel, és ő csinál valami ilyesmit, hogy így hátra emeli a kardját. Mert ő igazából nem a Zornhauert csinálja, hanem ő még csak előkészíti a Zornhauerját, és ő neki van egy ilyen szokása, hogy a Zornhauernál fölemeli a kardját egy kicsit így a vállára, és utána üti a Zornhauert. Sokszor a tapasztalt vívók erre is tudnak reagálni, és ekkor van az, hogy így, tehát én még meg se ütöttem, hogyan sikerült neked ezt kivédeni. Ez sokszor amúgy a gyakorlatoknál is elő tud fordulni. Ez az, amikor a gyakorlatnál a segítőfél elrontja a választ, hogy te támadnál, és akkor ő már csinálja arra, hogy te egy kicsit nagyon megindultál, vagy egy kicsit rángattad a válladat. Ez amúgy tud jó is lenni, tud rossz is lenni, ezt általában a vívóknál tovább kell képezni, és meg kell tanítani, hogy igen, mi a jó előjel, és mi a rossz előjel. Ki is lehet használni a másik oldalról, tehát hogyha én oda megyek valakihez, odállok, én tudok ilyeneket csinálni, és akkor van jó pár ember, aki erre már így bereagál. Megcsinálom, üt egyet, vagy hárít egyet, mert hogy várja a Zornhauert, és utána nagyon szépen fejbe lehet somni, vagy hasonló. Van egy olyan szenzori motorikus reakció, amit úgy hívnak, hogy intuitív reakció, ami statisztikai, tapasztalati alapú intuíció. Ez az, amikor van egy nagyon tapasztalt vívó, és ő csak reagál valamit, amikor tudja, hogy te azzal fogsz kezdeni, és neked azt kell reagálni rá, mert csak azért, mert rád nézett, és úgy gondolja, hogy. Ez szintén tud káros lenni, mert nem egy valós ingerre reagál, hanem csak arra, hogy ő neki ez az intuíciója, hogy te ezt fogod csinálni, amikor közelebb lépsz. Tud jó is lenni, a HEMA-ban nagyon sok ilyen vívó van, főleg a képzetlenebb embereknél van ez, akik nem kaptak semmiféle formális képzést, hanem csak úgy mondjuk a vívókönyvekből megtanulták a technikákat, és ezen kívül nem építettek semmilyen extra fajta képzést nekik az edzésükbe. Arló bácsi nagyon szépen leírja a tempót, illetve az olimpiai vívásban is van definiálva a tempó. A tempóra Arló úgy fogalmazott általában, hogy ő ezt nem tudta lefordítani, amikor ő elment tanulni az olaszokhoz, hogy ez igazából mit is jelentene. Ő azt mondaná rá, hogy időszerű, vagy kapóra jövő, tehát hogy van egy kapóra jövő helyzet, és azt ki lehet használni, és abból lehet egy találatot nyerni, így értette a kapóra szót. De inkább meghagyta úgy, hogy tempó, és úgy használja, hogy a tempó támadni. És az a tempó támadás azt jelenti, hogy te neked ott 99%-os esélyed van, hogy betalálj, az az 1% pedig az, hogy elrontod a támadást. És tempóra a modern vívó elmélet ad több definíciót, ezek olvashatók itt alatta, hogy egy egyszerű vívó akció végrehajtásához szükséges idő. Szerintem kicsit pongyolom, mert mi az, hogy egy egyszerű vívó akció, és mi az ehhez szükséges idő, ez vívónként változik. Akik voltak már bíróképzésen, vagy bíráskodtak HEMA-ba, ezt tudják nagyon szépen, hogy ezzel a definícióval elég sok probléma van, és erről a végtelenségig lehet vitázni. Ad egy másik definíciót is arra, egy megfelelő pillanat egy adott akció végrehajtására. Ez nagyjából, amit a Arló úgy fogalmaz, hogy a tempó támadni. Tehát, hogy itt van nekem egy megfelelő pillanat, amivel én találatot fogok elérni. És akkor van a tempóra, azt mondják, hogy van többféle, van fizikai, és van szellemi tempó. Ez abból adat, hogy az ellenfeled akkor éppen valamilyen módon reakcióképtelen. A fizikai tempóra az, hogy éppen
lép valamit, és ebben a lépésben ő nem tud reagálni, nem tud módosítani, mert hogy ő itt lép, és itt, igen, itt mit csinálok, nem tudok ezért semmit se, csak akkor, hogyha én azt nagyon lassan lépem meg, ami ugyanúgy reakcióképtelenséghez vezet, mert lassan fog módosítani a lépésemen. És ezt elő is lehet idézni az embereknél, ez az, amit mondtam például, hogy amikor próbálod telegrafálni, hogy te most fogsz ütni egy szornhaut, és akkor ott lereagálja, hogy ú, igen, üt egy szornhaut, én abba bele szeretnék ütni, és akkor ott van, ő abban a pillanatban cselekvőképtelen, amikor cselekszik, mármint amikor üti azt a szornhaut. És azt ki lehet használni, ez neked egy tempó, ebbe kell beletámadni, itt kell csinálni valamit. Ezt lehet mással is amúgy előidézni, nem csak vállal való telegrafálással, lehet az, hogy mondjuk közelebb lépsz hozzá, ez nem árt, hogyha az ellenfelednek amúgy van távolságérzéke, meg egyéb ilyesmi dolgok. Van szellemi tempó, ez igazából az embereknek a különböző figyelemingadozásából ered, és ez úgy van természetesen az embereknek, mint ahogyan most is páran bealudtak, ők nem tudnak figyelni, ő rajtuk van egy szellemi tempó, és nagyon szépen fejbe lehetne őket is somni. Na, és ezekre az alapokra állítva, az olimpiai vívásnak van egy olyan nevezetű dolga, hogy taktikai kerék, ennek van egy rövid és hosszú verziója, illetve van első szándékú és második szándékú akciókkal kibővített verziója. Én nem vettem külön az első és második szándékú verziót, beleraktam a második szándékokat is, mert ugyanaz, csak van benne két extra absztrakt akció. Ez hasonlít nagyjából arra, amit Meyer írt, ez is egy kerék, ez is körkörös az egész, és igazából ezekről az akciókról, amik itt le vannak írva, azt kell tudni, hogy ezek nem csak úgy a levegőben lógnak, hogy én most ütök valamit, hanem ott van valami előtte lévő dolog, például amit mondtam, hogy telegrafálok, és megpróbálom kiprovokálni az ellenfelemnek a reakcióját, és ezekről van szó. Hát a legegyszerűbb vívó akció, ami van, hát amit a bolond, vagy az agresszív vívó is tesz, egy egyszerű támadás, ütök egy szornhaut, ettől nincsen egyszerű dolog, ezt megcsinálod. Erre milyen reakciót lehet adni, mivel lehet ezt kivédeni és pontot szerezni, pont egy védés visszatámadással, hogy én az ellenfelemnek a támadását lehárítom és visszatámadok. A hárítás után általában van egy pillanatnyi szellemi tempó, mert ott az ember általában megakad, hogy úristen, az az ütés nem sikerült, valami másba ütköztem bele, amire nem számítok, és ott, illetve van ott neki egy kis fizikai limitáció, hogy ő neki már nyújtva van a karja, tehát onnan kicsit nehezebben tud újra támadni, és ebből adódóan vissza lehet ütni. Általában a vívókönyvek is ezt használják, hogy te támadsz, és a másik véd, és visszatámad. Sokszor ezek ismételve vannak elég hosszú loopon, úgyhogy a védés visszatámadásra van egy másik reakció, igen, vagy van egy ilyen reakció, hogy a védés visszatámadást én is védem, és arra is visszatámadok. Ezt hívják a kontraparád és kontraellentámadásnak az olimpiai vívásban. Igazából ja, ugyanúgy lehet védés visszatámadásnak mondani, illetve van egy dolog, amit úgy neveznek, hogy összetett támadás. Ez egy cseltámadásból és egy támadásból áll. Tehát ütök egy félert, aminek igazából ott csak a nincsen mögötte rendes, valós találati szándék. Lehet, hogy bemegy, de a lényeg az, hogy az ellenfelem elhiggye, hogy csinálni fogok valamit, abba ő szeretne belehárítani, de én azt nem fejezem be azt az ütést, és utána áttámadok a másik oldalra, és így egy védés visszatámadás meg lehet ezzel verni, és igen, itt a csel támadás lenne a provokáció része, hogy én kiprovokálom azt a védést. Hogyan lehet egy csel támadás kombót kiállítani? Lehet cselvédeni, hogy én a csel támadásba belevédek, és utána meg a rendes támadás kivédem, és utána ütök vissza. Ez a második szándékú hárítása neki, illetve van az első szándékú ellenszere, az pedig annyi, hogy ó, látom, hogy ő cselezni fog, én nem hiszem el, cimplán torkon szúrom, és kész. Hát a közbetámadás pedig, mivel lehet hárítani, vagy orvosolni egy egyszerű támadással, mert ott az emberünk arra fog várni, hogy ó, itt lesz egy cseltámadás,
és az a cseltámadás nem valós. Igazából ő azt gondolta, hogy ez nem valós, de valós, és ezért át tudod ütni, mert hogy olyan reakciót adott arra, hogy abból a cseltámadás volt valami módosítás lesz, és lesz belőle egy rendes támadás. Tehát itt ezzel meg lehet verni, és meg lehet fogni. Erre van a hosszú taktikai kerék, ezt a korábbi 4 plusz 2-ös kereket bővíti ki, és a közbetámadásra próbál egy jobb reakciót találni, mint az egyszerű támadás, mert hát ez egy kicsit ilyen pongyola, hogyha ő arra vár, hogy én cseltámadjak, akkor támad meg igazából, és akkor a közbetámadása az egy rossz reakció lesz. Hát igen, erre van, amit a magyar úgy nevez, hogy kontraidő. Ez igazából az, amikor próbálsz csellel vagy valamivel kiprovokálni egy közbetámadást, tehát ott valahogyan úgy cselezel, hogy egy nagyon apróval, pont erre az előjelre adott reakciós, szenzori-motoros válaszra próbálsz valamit kijátszani, hogy elindítsa azt a közbetámadást, és azt a közbetámadást védjed, vagy kontrázd és közbetámadj bele. Illetve erre a kontraidőre van egy cseles közbetámadásnak nevezett támadás vagy akció, amit lehet végrehajtani. Ez pont az, hogy próbálja csellel kihúzni belőlem a közbetámadást, de igazából a közbetámadás egy csell, amit ő megpróbál védeni, és utána én beütöm. Na hát ez kicsit már ilyen, hogy így én tudom, hogy tudod, és te is tudod, hogy tudom, és ez így nagyon messzire elmegy, és ebből ilyen nagyon hosszú menetek vannak, és akkor van, amikor az emberek így felállnak egymásra szemben, és ilyen így néz ki az egész. Ilyenkor az emberek ezt csinálják fejben, nem történik semmi valójában, de ők nagyon ott a fejben nagyon meccseznek. És erre a nagyon sok cseles dologra mit lehet tenni? Hát azt, amit Meyer is mond, csak simán üssed fejbe, és akkor hát fejbe lesz ütve, mert ott nagyon próbál itt tapogni, és ide cselezni, és kihúzni valami reakciót belőled. De ja, ez amikor túlbonyolítja az ember, és igazából egy egyszerű cornhau megtenni megteszi az egészet. Itt vannak pár hiányosságok, például az elővágás. Az egyszerű támadásnál van sokszor az, hogy az embernek igazából le kell zárni egy távolságot, van egy távolság két ember között, nem az van, hogy mi egy olyan távolságból vívunk, a legtöbb vívó gyakorlat is nem úgy kezdődik, hogy állj fel olyan távolságra, hogy fejbe tud ütni onnan. Hát ott van valami kicsit nagyobb távolságot, nekem esetleg be kell lépnem, és abban Arlo megemlíti ezt az elővágás nevezett dolgot, hogy itt belevág abba a közeledésbe. Ezt valamennyire benne van az olimpiai vívásban, ezt úgy nevezik, hogy attacking preparation az angol szakdolgozatban, tehát hogy előkészítésbe támadás. Nem teljesen ezt fedi le, ezt is kicsit lefedi. Hemában ezt úgy mondják, hogy hand sniping. Mert hát általában abban lehet ezt megtenni, hogy így látom, igen, ő közeledne, puff, rosszul mérted fel a távolságot, nagyon rosszul indultál, akkor indultál, amikor már az én távolságomban voltál. Ezt általában a rövidebb vívók gyakrabban tapasztalják a hosszabb vívókkal szemben, mert hát úgy abban az irányban könnyebb kihasználni. Arló mond egy másik dolgot, hát az olimpiai vívásban nem lehet ilyet csinálni. Mert hát ott egy hosszú páston vívsz, és azt mondták, hogy kivették ezt az akciót, mert hát ez igazából szerintük nem ad olyan túl sokat hozzá. Mi nekünk a HEMA-ban benne van, néha lehet használni, lehet enélkül is megoldani a szituációkat, tehát tényleg nem ad annyira túl sokat hozzá, de lehet vele kicsi előnyöket szerezni, de ezt igazából bele lehet építeni egy technikába, hogy mi nem csak előre megyünk, hanem oldalasan megyünk, és akkor egy kis távolságot nyerünk az ellenfélnek a visszaütéséből, vagy a domináns keze felé megyünk, hanem a hátsó keze felé, és akkor azzal is nyerünk egy távolságot. De Arló nem konkrétan ezt írja, hanem ő egy kitérés nevezett dolgot ír, tehát amikor ott vagy vívóállásban, az ellenfél lerohon, és te meg konkrétan csak oldalra kilépsz, és elmegy az ember, és fejbe üti. Illetve van egy olyan tulajdonsága a hosszú karnák, ez az a többi HEMA-s fegyverre nem feltétlenül vonatkozik, mert hogy kétkezes. A kétkezes fegyvernél
meg lehet csinálni olyan dolgokat, mint az egykezes fegyvernél kicsit nehezebben, és van egy ilyen kicsit ilyen ultimate technika, hogy te átütöd az ellenfeledet. Hogyha jó tempóban megcsinálod, akkor igazából át lehet ütni, csak ez függ attól, hogy te neked milyen fizikai állapotod van, az ellenfeled milyen fizikai állapotban van, tehát hogy erősebb vagy, vagy gyengébb, és illetve attól is, hogy te mennyire ismered a pengemechanikákat, meg az egyéb ilyesmi dolgokat, és hogy mennyire szerencsésen tudod eltalálni, mert hát az ellenfél kardja mozog, és nem tudod pontosan megmondani, hogy hol lesz, hol kell megütnöm azt, amikor én azt át tudom ütni. Úgyhogy ezt a taktikai keréknek, ezt ilyen kicsit ilyen Jolly Jokerének találom, és ez nincsen benne. Aki meg tudja ezt jól csinálni és konzisztensen, annak ez egy nagyon jó eszköz, és általában a legtöbb dolgot tudja vele counterelni. Lichtonner is ír erre le eszközöket, illetve egyéb ilyesmi dolgokat, hogy ami átütésszerű, az abszetzen, például ilyesmi, hogy egy akasztásos csavarás egy akcióval, amit nagyon szépen folyamatosan megcsinálsz, és ezzel egy parádriposztot olvasz be egy közbe támadásba, és egy egyszerű támadást is ezzel meg lehet nagyon szépen fogni. Ez abból jön, hogy a hosszú kard az egy kétkezes fegyver, nem pedig egy egykezes fegyver. Illetve az, hogy ezek az akciók, ezek jó távolságot feltételeznek, meg nagyjából egyenlő távolságokat feltételeznek, és nem veszik figyelembe az, hogy én vívhatok a csengével, és a csenge sokkal rövidebb nálam. Ő hiába mondja azt, hogy én nem figyelek, ő bejön egy egyszerű támadással, neki ott nagyon hosszú távolságot le kell zárnia, és nekem ott van időm arra, hogy lereagáljam, és utána fejbe üssem, mert nem lesz olyan hosszú az a figyelem ingadozásom. Lehet mondani arra, hogy igen, edzen többet, legyen gyorsabb, legyen sokkal ruganyosabb, tudjon ugorni 3 métert, de szerintem ez nem elvárható. Úgyhogy, ja, de ugyanakkor ad segítséget az a taktikai kerék, mert hát akkor ő nem egyszerű támadással fog bejönni, hanem mondjuk kiprovokál tőlem egy támadást, és azt levédi, és arra ad ő egy riposztot. És akkor az már is egy fokkal jobb, mert bejött a távolságomba, én azt lereagáltam, és ő is próbálja kezelni, és nem azzal próbálja kezelni, hogy betör, és mindenképpen ő akarja pontot, hanem tudja, hogy mit fogok én csinálni, mert hogyha bejön a távolságomba, valószínűleg támadni fogok, mert úgy logikus én szempontomból. Illetve elmondani az egészet, hogy ez mire jó. Jó ez arra, hogy elemezzük a vívást. Ez a vívás elemzés, ez egy segítsége az edzéshez, illetve lehet a bíráskodáshoz is, mert amikor bíráskodunk, akkor igazából mi elemezzük a vívást, megpróbál elmondani, hogy a jobb vívó támadott, bal vívó védte, és visszatámadott, bal vívónál a pont. És ezt általában a hemás vívók nagyon szeretik, amikor így mondanak el, és nem csak azt, hogy bal vívó pont, és akkor így, de miért? Én nem találtam el, mondja a jobb vívó. Hogyha elmondja, hogy igen, jobb vívó támad, bal vívó lehárította azt, akkor ott adsz egy magyarázat jobb vívónak, hogy igen, azért nem a tiéd a pont, mert a bal vívó azt hárította, és én azt így láttam, és visszatámadott, és ő megkapja azt a pontot. Hogyha szépen hosszan el tudod mondani, akkor általában sokkal kevesebb a reklamáció, és lehet csökkenteni az elégedetlenséget. Edzéshez, hát VZP már tartott erre egy kurzus tegnap, hogy igen, a vívás elemzés az egy egész jó dolog tud lenni, hogyha magadban folyamatosan pörgeted, hogy elemzed a vívásaidat. Én ezt rontottam el, a taktikai szempontból is el lehet rontani dolgokat, távolság szempontból is el lehet rontani dolgokat, tempó alapján is el lehet rontani dolgokat, és technikai oldalról is el lehet rontani dolgokat. Lehet, hogy te ott egy jó reakciót, taktikai szempontból jó dolgot csináltál, de technikailag elrontottad az egészet. Ott azt fogod mondani, hogy igen, rosszul ütöttem meg azt a kiválasztott haut. De lehet, hogy jó haut ütöttél meg, csak rossz pillanatban ütötted meg. Ez lesz a taktikai elrontása, erre az időzítési pillanatra próbál ez a taktikai kerék egy választ adni neked, meg arra, hogy ezt megtervezd. Ez edzéshez és edzésre való felkészüléshez is ad egy segítséget, hogyha ez alapján tud edzeni az ember, akkor tudja, hogy
hogy igen, hogyha én elmegyek egy tornára, ott fogok ilyesmit, meg olyasmit csinálni, és akkor lehet neki nagyon röviden taktikai tanácsokat mondani, nem az, hogy üsd azt a cornaút, verd meg, mert hát ezzel mire megyek, én is meg akarom verni, nem kell ezt nekem ehhez, hogy ezt mondjad, nem egy jó coaching tip. Az viszont sokkal jobb tip, hogy egyszerű támadásokkal operál ellened, próbál hárítani és visszaütni. Ezt kihagytam lehet az előző oldalról, igen. Néha a hemában kicsit ilyen furcsán van, így a hosszú karnál, hogy már nem duó tempó az egész szívás, olaszok próbálják arra felhúzni, általában a forrásokban a németek viszont nem. Tehát ott sokszor előfordul az, hogy ütsz egyet, és még egyszer ütsz egyet, ezt megismételt támadásnak hívják, mit ad Isten, és nagyon szépen takarja, hogy mit csinál. Nagyon könnyen van időd arra, hogy te ütsz egyet, és még egyet ütsz egyet. Erre szintén számítanunk kell, hogy nem egyet kell védenem, hanem kettőt kell majd védenem. Jó pár menet erre épít, és akkor szokott kérdezni, vagy amikor van egy ilyen egy menetbe, akkor szokott jönni a kérdés, de ott ő miért nem csinál semmit? Hát azért, mert hogy egyszerűen a támadás az gyorsabb, és nem érné meg ott neki közbetámadni, vagy egy riposztot venni, már fejbe ütni a másik is, és nem szeretném azt, hogy dupla legyen, nekem az a jó, hogyha mindketten nyerünk, a duplára nem játszunk. Amúgy a dupla is tud egy tornavívásnál nyerő stratégia lenni, amikor én mondjuk 3-0-ra vezetek, 5-ig kell eljutni, és akkor igazából tök mindegy, mi van, én próbálok egyet betalálni, lehet az dupla is, mert nekem az jó, mert hogyha megadják a duplát pontnak, mert akkor eljutunk tudni 4-1-re, aztán 5-2-re, és én azzal is nyertem, és nekem az is jó. De ez szerintem egy kicsit pongyol a nyerési mód, törekedjünk általában szerintem arra, hogy tisztán nyerjük meg. Nem egy jó, de hogy vissza tudja utána hozni az ellenfél, lehet, hogy 4-1-ről fog fordítani, és utána ő nyeri meg 5-4-re. És akkor jobb lett volna az, hogy 4-0 a 4-1 helyett, és akkor 4-4-ig visszahozza, és utána lehet, hogy te adod be az ötödiket. Megfelelő edzéssel az az egész taktikai kerék alkalmazható, anélkül kicsit nehezebben, anélkül csak úgy alkalmazható, mint ez a feltételes döntés vagy tartós ciklikusság a kőpapírollóban, hogy ilyen más stratégiai módon, hogy hát az előző körben ő próbált engem támadni agresszívan, vagy előző körben várt arra, hogy én támadjak és próbált riposztolni, úgyhogy próbálom akkor cselezni őt. Tehát, hogy ilyen módon lehet használni, így mindenféle így külön ráedzés nélkül, ha ráedzenek az emberek, kellenek pont ezek, amiket írtam, ez a szenzori motorikus reakció, hogy te ott egy ingerre reagálsz, ott meg kell tudni különböztetni azt, hogy ez egy támadás, vagy egy csel, vagy valami ilyesmi. Persze az könnyebb felismerni, hogy ő most nem támad, őt valószínűleg egy riposztot akar venni rajtam, úgyhogy azt úgy alkalmazható magában a meccsben is. Lehet amúgy, mint Meyer írta, hogy igazából ő nem riposztot akar venni, hanem lehet, hogy ő csak egy bolond vívó, és nem tudja, hogy mit csináljon, és ezért csak fejbe kell vágni. Úgyhogy nagyjából ez a lényege ennek az egésznek, és ezzel szerintem így sikerül valamennyire. Szerintem ez egy elég jó modellje annak, hogy hogyan is néz ki egy hema meccs. Le lehet írni ezzel az összes hema szót. Tehát, hogy lefedi szinte 100%-ban ez az eszköztár az, hogy mi történik egy meccsben, el lehet mondani, lehet vele taktikai tanácsokat adni, és leszűkíti az egészet, nem pedig az lesz, mint egy vívókönyvben, hogy ha üt egy ilyen specifikus ütést, akkor erre ezt a specifikus reakciót rakjad, mert a Leküchnernek szép és nagyon jó, hogy több száz menete van, de hogyha mind a több száz közül kell neked kiválasztanod azt, hogy mi is a megfelelő reakció az abban a pillanatban, akkor te ott nagyon lassan fogsz gondolkodni, és fejbe fognak ütni, mert lassan választasz. A 6 plusz 2 vagy 4 plusz 2 reakció közül egy fokkal könnyebb választani, az átgondolható menet közben is, illetve felismerhető, kellően különbözőek, és jó reakciókat eredményez. És az egészet szintén egy videójátékos idézettel zárnám, Guild Wars nevezetű játékból, Act with Wisdom, but Act, tehát cselekedj bölcsen, de cselekedj. És köszönöm a figyelmet.
Nagyjából egy órásra sikerült, van-e idő még kérdésekre? Van. Igen? Nos, tehát, hogy az előadás elején említetted, hogy ugyebár bonyolult lenne konkrétan megkeresni a legjobb magyarázatot, tehát találni egy olyan rendszert, ami a legjobb magyarázatot megadja egy adott szituációra, tehát, hogy ez nem működik élesben, mivel ahhoz túl sokat kéne egy embernek gondolkodni. Igen. De hogy elméletben elképzelhető az, hogy van egy ilyen rendszer, hogy mondjuk esetleg egy számítógépes modell, leszimulálom a párbajt, és akkor megcsinálom mondjuk azt. Persze, hogy a sakkozó programoknál, hogy megverik az ember. Igen, tehát hogy mint a sakkozó programoknál is eleinte nem volt, tehát eleinte is megvolt rá az eszköztár, meg tudták volna modellezni, ami a sakkozó programok mögül hiányzott, az a számítási kapacitás, amikor volt egy számítási kapacitásbeli robbanás, akkor kezdtek az, hogy a sakkozó programok felértek a mesterek szintjére, a nagymesterek szintjére, a világbajnokok szintjére, és megverték a világbajnokokat. Itt is ugyanez, hogyha mögé raksz egy kellően drága számítógépet, van rá elég sok milliárd dollárod, akkor biztos, hogy meg tudod csinálni. Csak kellenek hozzá megfelelő szenzorok és a megfelelő számítási kapacitás. Igen? Persze, ez beletartozik abba, hogy felismerje a mesterséges algoritmus az, hogy a mesterséges intelligencia, hogy mi történik, mi az, el fog engem érni, nem fog elérni, mit tudja, micsoda egyéb. Ez beletartozik az analízisbe, ezért mondtam azt, hogy ez egy taktikai része, nincsen benne a távolságérzék része, hogy igen, ő üt engem, de hogy az az ütés, én arra nekem, hogyha te nem túloldalról teszi azt az ütést, akkor nekem nem kell hárítanom, mert nem fog eltalálni. Ugyanez, mint hogy az embereknél van egy párbajban, hogy előtsz a másik előtt, rosszul mérted fel a távolságot. A másik nem is hárította le, mert elment előtte, mert ő meg jól mérte fel a távolságot. Tehát ez is egy jó hozzá célás. Feri? Pont ezt mondom, hogy ez kicsit szerintem egy ilyen Jolly Joker, ezt így nagyjából középre beraknám, hogy ez mindenre jó reakció tud lenni, de egy ilyen feltételes dolog, hogy te neked az adottságaitól függ, és meg attól, hogy az ellenfeled milyen, tehát egy ilyen kicsit ilyen, hogy így, ez lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem, és egy ilyen, mit tudom, azt mondanám, hogy megéri alkalmazni, mert most van egy ilyen 60-80% esélyem arra, attól függően, hogy hogyan találom el, hogy ezt át fogom ütni, és akkor megéri alkalmazni. Ez egy HEMA meccsben, ahol azt mondom, hogy 5 pontra megy, akkor igen, 80% az kellő biztonságos, mert akkor 5-ből 4-szer bejön, 5-ből 4-szer én fogom katni a pontot, akkor alkalmazni fogom. De szerintem nem nagyon van olyan vívó, akinál ezt mondjuk 80%-os eséllyel fogja megütni. Nyilván 50% fölött érdemes alkalmazni, arra meg kevés olyan vívó van, aki ezt tudja így csinálni, akinek olyan technikai képzettsége van, és olyan fizikuma is van hozzá. Köszönöm a választ. Ott volt egy... Most az előadásod az nagyrészt arra vonatkozott, amennyire értettem, hogy az időbeli viselkedés, a kezdeményezés ellen támadás az, hogy a viselkedik. Most ugye próbáltad is elkerülni azt, hogy konkrét ütések közül kelljen választani. Igen. Arra lennék kíváncsi, hogy modellezte-e már valaki, akárhol, gondolom a szakirodalomban, ahol utána olvastál, hogy az ütések közti választás, mondjuk egy kizárás alapon, hogyan lehet megjósolni, hogy oké, akkor ezekkel az ütésekkel most mindenki, ezekkel a konkrét mozdulatokkal nem kell foglalkoznom, de ezek még a palettájon vannak. Egy példát csak mondok, hogy elképzelhető legyen mindenki másnak is. Ha fontákban állok, akkor arra akár egyből lehet le is ütni egy szervaut, hisz onnan csak mindenféle föntről támadástól a szervaut alapvetően védik. Tehát ki lehet húzni az összes tudni. Ugyanígy, hogy ha lángorban állok, akkor pedig néhány reakció teljesen illogikus, néhány reakció pedig valószínűleg vagy illogikus. Ez olimpiai vívásban nagyjából úgy van mondva, hogy egy kicsit jobban le van szűkítve az eszköztár, nagyjából mindent lehet mindenhonnan csinálni, és minden igazából erre a taktikai táblára összes technikát fel lehet rakni mindenhova. Nem nagyon találtam túl sok ilyen modellezést, ami ezzel foglalkozik. A HEMA-ban meg szerint, HEMA-ban igazából nem is kerestem, mert hogyha az olimpiai vívásban nincsen meg ez, akkor szerintem nem is nagyon foglalkozott fel valaki érdemben. HEMA-ban sokkal kevesebb a kutatásra költött forrás, úgyhogy szerintem itt nem is nagyon csinálták meg, hogy igen, mi most csináljunk-e. Mert van pár ilyen adatbázis, ami meccsekkel foglalkozik, például a HEMA Ratings,
de ott nincsen egy rendes, részletes jegyzőkönyv, hogy mi történt. Egy tornáról se készül olyan jegyzőkönyv, hogy egy Zornhaut ütöttek a Zwerghau ellen, ilyen állásból, ilyenbe, tehát nincsen erről elég adat, hogy erről szerintem ezt normálisan lehessen modellezni és normálisan lehessen csinálni. Illetve szerintem pár oktató vitatkozna veled arról, hogy egy fontákból nem lehet alsót ütni, mert lehet. Kicsit máshogyan jön ki, és pont benne lesz ez a része, hogy ez egy nem vár, várt inger, arra te lassabban reagálsz, hogy ott jön egy alsóütés, mert arra számítasz, hogy a fontákból egy felső fog jönni. Azt ütöd onnan gyorsan, az alsót kicsit lassabban ütöd, de van idegrendszeri előnyöd abból, hogy ő neki az egy kicsit ismeretlen reakció. Lehet, hogy nem lesz neki az, mert hogy már 15 éve vív, és sok alsóütést látott fontákból, és akkor gyorsan le tudja reagálni. Ezt mindenki magának építi fel, ez a technikákban nem ad hiányosságot, azt szerintem a HEMA-ban eléggé részletesen oktatjuk általában, hogy milyen ütésre milyen reakciót adjál, mi üt általában, úgyhogy ezt nem gondoltam, hogy ezt úgy jobban foglalkozni kell vele, ez megválaszolja. Igen? Én végig azt vártam, hogy a végén elárulod a varázsformulát, hogy kérdezni, hogy te azért nagyon sokat versenyzel, és ugye ha ennyire tudatosan szemléled a stratégiát, illetve a taktikai előkészítést, akkor neked arról mi a tapasztalatod, hogyha te egy ismeretlen vívóval vívsz, akit nem tudod, hogy most melyik kategóriába sorolj. Van-e bármi olyan formula, ami neked már bevált, és azt mondtad, hogy mindig egy félerrel fogok kezdeni, mert ez, mit tudom én, a vívás előkészítésnek a legjobb módja. Találtál-e bármi? Hát tapasztalati módon találtam, ami nekem nagyjából egész jól működik. Na, és mi az? De ez szerintem nem... Igen. De szerintem nem lesz mindenkinek replikálható, mint ahogy a Kistaminak is van egy ilyen formulája, a Boninak is van egy ilyen formulája, és ez általában az embernek a vívásképe, ez az, amit azt mondja, hogy így néz ki a vívásod, így vív az adott ember, és ez az. Általában amúgy Fiore ad erre valamilyen szintű segítséget, ő azt mondja, hogy igen, van a lárgó vívás, van a stretó vívás, és próbálja lárgóban vívni, mert lárgóban biztonságban vagy, legalábbis jobban biztonságban vagy, mint a stretóban, sokkal kevesebb sérülés fog téged érni, és jobban ki tud, le tudod reagálni. Én is ehhez próbálom tartani magamat, hogy én messziről próbálom kitapasztalni az emberünknek a stratégiáját. Próbálom hagyni hibázni, ha hibázik, akkor azt kihasználom, ezt mondjuk a handsnipe-nak, és akkor be lehet ütni a kezet, mert igen, ő elrontotta a távolságot, nekem ebben van előnyöm, leütöm a kezét. Hogyha látom, hogy ő agresszívan jön, ezt amúgy lehet ismerni, és hogyha ismered a vívót, akkor ismered, hogy ő agresszívan jön, akkor igen, én próbálok itt hárítani, és utána visszaütni. És ezekre lehet így építeni, egy ismeretlen vívó ellen nem fogod tudni, milyen stratégiát fog alkalmazni. Általában az emberek az első kettőt fogják alkalmazni. Ha a képzettebb vívóról van szó, akkor máshogyan, úgyhogy érdemes onnan elindulni előről, meg az úgy sokkal kevesebb effort is, mint beállni az ember ellen is. Ezt csinálni, ebben hamar kifáradsz, és fejben is, meg testben is. Este kibeszéljük, csak már látom, hogy nem. Igen. Ne haragudj, kérdezzétek még meg nyugodtan Mátét az előadás után, de az előadás időkeretéből már kifutottunk. Nagyon érdekes téma. Köszönjük szépen.